Sziasztok! Elég sok kérdést látok Facebook csoportokban azzal kapcsolatban, hogy melyik hős a jobb, melyik erősebb. Ma abban fogok segíteni, hogyan választhatok a több mint 100 hős közül, még ha csak közvetve is. Elég sok mindentől függ, és nem lehet teljesen konkrétan megmondani, hogy melyik jobb, mint a másik. Ennek a következő az oka. Valóban vannak jobb hősök másoknál, erősebbek, könnyebben játszhatóak, illetve tényleg vannak, akik a másikat életképtelenné teszik, azonban ez csak egy speciális helyzetben igaz, ha a játékosok majdnem teljesen egy szinten vannak tudásilag. Ez pedig leginkább csak a profi versenyzőkre igaz. Akár Challengerben vagy a Diamond tetején is lehetséges ez, de lehet valaki azért ezen a szinten sajnos, mert felhúzták az accountját, vagy vette, így ennyire nem lehetünk biztosak. Azonban a profi versenyzőkre azért általában igaz, hogy ugyanúgy rengeteget gyakorolnak, edzenek, ha úgy tetszik, és hogy iszonyatos tudás van a birtokukban. Ebben az esetben nagy valószínűséggel az erősebb hőst birtokló játékos fog nyerni a lénen, de még ez sem feltétlenül meccs döntő, hiszen ez egy csapatjáték. Szóval még magasabb divíziókban is lehet ez igaz, de lejjebb sokkal fontosabb lehet, hogy maga a játékos mennyire ért egy karakterhez vagy sem. Illetve hogy mennyire van hozzászokva és mennyire szereti azt. Ezt pedig mint sok minden más, csak idővel, tapasztalattal és próbálgatással tudhatjuk meg. Vegyünk egy másik példát. Találunk a boltban egy kabátot, ami nagyon tetszik nekünk, és haverunk meg az eladó szerint is az a legjobb. Azonban az, hogy a hideg ellen mennyire véd, csak akkor tud kiderülni igazán, mikor már próbára tettük nagyon hideg időben. Hiába tűnik vastagnak és hosszúnak, ha ennek ellenére átfúj rajta a szél, de vissza a játékhoz. Hetente változik, hogy melyik 10 hős ingyenes, ezeket mindig érdemes kipróbálgatnunk. És nem egy játékban, hanem legalább 10-ben, vagy még többen. Ugyanis ha épp kifogunk egy meccset, ahol jobbak vannak ellenünk, vagy nagyon nem megy, lehet, hogy egyáltalán nem fog tetszeni elsőre, de később jobb lenne. Én a mai napig próbálgatom az ingyeneseket, tényleg sose tudhatom, mikor változik meg a véleményem. Hecarim és Lee Sin hosszú évekig nem tetszettek. Akárhányszor ingyenesek voltak, kipróbáltam őket, de egy cseppet sem élveztem játszani velük. Aztán egyszer csak újra megpróbálkoztam Hecarimmal, és a következő 50 meccsemből 48-at vele játszottam, ugyanis eszméletlenül megtetszett. A játékstílus is, ahogy vele kell játszani, és maga a karakter is. Lee Sinnel épp ugyanez történt. Ezért is érdemes megpróbálgatnunk őket, ugyanis tudás, egyéniség és hozzáállás alapján mindenkinek más hős fekszik jobban. Én annyi videót meg tippet láttam már arról, hogy Kha'Zix elképesztően erős, és azzal lehet lehozni egyik legjobban egy meccset. A saját szememmel is láttam, hogy mire képes, nem egyszer. Ennek ellenére az én kezemben teljesen haszontalan. Nem sok assassinnal játszom, és nem igazán érzem, hogy mikor kell bemennem, és mikor nem kéne. Épp ezért hiába tartja mindenki OP-nak, ha én 0-9 vagyok vele, semmit nem ér vele a csapatom. Így akár rankedeztek, akár normáloztok, azt javaslom, azt válasszátok, akivel élvezitek a játékot, és rá tudtok érezni arra, hogy mit hogyan is kéne. 2 évig Silverben voltam, és nemrégiben feljebb jutottam Goldba. Ez pedig nem másnak köszönhető, mint Sejuani-nak, valamint annak, hogy a hozzáállásomon változtattam. Sejuanit rengetegen szokatlan, sőt rossz választásnak tartják, ennek ellenére 10-ből 9 meccset nyertem. Ez annak köszönhető, hogy jobban tudtam használni egy olyan hőst, aki lesztanol, lelassít és felüt mindenkit, aztán a csapatom kivégzi őket. Én ebben tudtam könnyíteni a dolgukat a CC-vel. És ez ékes példája annak, hogy egy sebzés nélküli tank mennyivel előrébb juttatott engem, mint egy Kha'Zix, akivel alig tudok játszani. Sajnálom, ha konkrét hősökre és konkrét válaszra vártatok, de ez ennél sokkal összetettebb téma. Azt javaslom, hogy mielőtt a konkrét hőspárosítást beírjátok, legalább annyit írjatok oda, hogy mit szerettek leginkább. Ha odaírjátok, hogy a miden szoktatok játszani, és Diana vagy Ziggs a jobb, akkor könnyebb válaszolni, hogy midre, melyik a jobb. De például Diana-val jungle-özni is lehet, Ziggs innen már kapásból kiesik. Ha szűkítitek a kérdéskört, könnyebben fogtok értelmes választ is kapni. De az igazi válasz az lesz, hogy a jobb hős az, amelyik neked jobban tetszik. Még egy tipp. Ha tetszik egy hős mechanikája, stílusa, a leagueoflegends.wikia.com-on megnézheted, ki volt az a készítő, aki csinálta. Ezután, ha rámész a nevére, láthatod, kit csinált még ő, így talán megtalálhatod a következő kedvenc hősöd. Persze nem csak ugyanolyan hősöket csinál egy Riot Games-es, de nagyobb eséllyel találtok hasonlót. Ezen felül guide-okat is nézhettek hősökről, azokból is kiderül, hogy hogyan is kell játszani, és egy kicsit részletesebben megismerhetők. Remélem tudtam segíteni a későbbi választásban. Jó próbálgatást, sziasztok! Egy pár úgy sincs dolog. Bocsánat.